Üdvözöllek! A különféle fájlok online interneten történő tárolására használható szolgáltatások manapság eléggé elterjedtek, ilyen például a Dropbox, vagy éppen a OneDrive, vagy éppen a Google Drive, vagy éppen a 100 másik. Tehát ezek eléggé elterjedtek, mert kényelmesen hozzá tudunk férni a fájljainkhoz, akárhol is legyünk, illetve a különféle eszközeink, számítógépeink között könnyedén tudjuk ezeket a fájlokat átvinni, szinkronizálni, ugyanazon állapotban tartani. Viszont ezeknek megvan az a hátrányuk, hogy a fájlokat ki kell adnunk másnak is. Hát nyilván, hiszen egy szolgáltató tárolja a saját szerverein. Ezzel úgy alapvetően nem lenne probléma, mert hiszen ezen szolgáltatók számára alapvető fontosságú, hogy a lehető legbiztonságosabban tárolják a fájlokat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy valamilyen biztonsági probléma által ezek a fájlok illetéktelenek kezébe kerülnek, és hogyha érzékeny dolgot tárolunk ilyen módon, hát akkor abból azért lehetnek problémák. Ezért ebben a videóban megnézzünk egy olyan programot, ami lehetővé teszi, gyakorlatilag teljesen automatikusan a háttérben működve azt, hogy az ilyen szolgáltatók által tárolt fájlokat titkosítsuk, tehát gyakorlatilag a fájl eredeti példánya csak a számítógépünkön lesz meg. Magánál a szolgáltatónál egy titkosított példány lesz csak megtalálható. Ha netán illetéktelenek kezébe kerül, akkor sincs túl nagy probléma, mert visszaalakítani eredeti formájára elég nehéz. Illetve igazából az esetek többségében nem is éri meg vele foglalkozni. Ehhez egy programot fogunk igénybe venni, ami a CryptSync nevet viseli. Ezen az oldalon megtalálható. De ha rákeresel a valamilyen keresőben erre, akkor meg fogod találni egyébként. És látható, hogy ez használható, amit én fel is soroltam amúgy, ezen három cloud szolgáltatáshoz, de igazából bármelyikhez használható, ami ezekhez hasonlóan működik. Szóval nincs korlátozva erre a háromra. Letölteni itt az oldal alján lehet, erre a linkre kattintva, és akkor itt van a legújabb verzió. Van ebből 64, meg 32 bites is. Hogyha nem tudod, hogy neked melyik kell, akkor ezt az utóbbit javaslom. Letöltöd, feltelepíted. A telepítést nem nézzük meg, mert tényleg az nagyon egyszerű, csak tovább-tovább és gyakorlatilag készen van a telepítés. Most én ezt a Dropbox-szal fogom megmutatni. Tehát én azt használom jelenleg, mint az itt látható egyébként. És maga a program, hogyha el van indítva, akkor itt van alul a tálcán. Ez a háttérben futtatható, most ezt megnyitom. És hát ilyesmit fogsz te is látni. Hogyha ezt bejelölöd, hogy induljon a Windows-zal, akkor a Windows elindulásakor ez a program el fog indulni. Hát ez célszerű, mert erre valószínűleg állandóan szükséged lesz. Aztán ami még itt érdekes lehet, az az, hogy milyen fájlokat hagyjon ki a titkosításból. Hát ez így egyelőre talán jó is lesz, de láthatod, hogy milyen módon lehet ezt megadni. A csillag jelöli azt, hogy akármi, pont, TMP, tehát a fájl kiterjesztése. Ezzel a vonallal lehet itt többet felsorolni, mint az látható. Ezt a vonalat úgy lehet begépelni, ezt az álló vonalat, hogy az Alt-GR nyomva tartva és a W így látható. Na mindegy, ez igazából így jó szokott lenni. Na de akkor ezt hogyan lehet használni? Itt van egy gomb, hogy New Pair. Erre rákattintunk, és itt két mappát kell megadni, ez az eredeti mappa. Azon mappa, amely mappában tároljuk a titkosítatlan fájlokat eredeti formájukban. Azokat a fájlokat meg lehet nyitni, lehet szerkeszteni is. Ide kattintunk, és akkor ezt be kéne állítani. Ha betallóztuk, akkor mappa választás, és akkor itt szépen megjelenik. Látható, hogy hogyan neveztem el, Dropbox titkosítatlan, ide kerülnek nekem a titkosítatlan fájlok, az eredeti fájlok, szerkeszthető fájlok. Titkosított mappa, ez pedig magának a Dropboxnak a mappája lesz, amit én jobbegére kattintva az ikonjára, majd ide a fogaskerékre, és a beállítások. A második fülön látható, itt van a location, hogy hova szeretnénk a fájlokat elhelyezni, amelyek aztán majd feltöltésre kerülnek. Itt alatta van egy opció, amellyel több mappát is megadhatunk, hát ez is használható, csak akkor ebben az esetben, majd ebben a programban is úgy kell beállítani, majd mindjárt látod akkor, hogy ez hogyan megy. Oké, ez nekem megvolt, tehát akkor a titkosított mappa, a Dropbox mappája. Megvan mappa választás, és akkor látható, ez így néz neki. Ide kerülnek az eredeti fájlok, ide pedig titkosítva fogja átmásolni ez a CryptSync. Meg kell adni egy jelszót, hát most én három karakterből álló jelszót fogok megadni.
De amúgy ennél sokkal-sokkal erősebb jelszót kell megadni, mert a gyenge jelszót adsz meg, akkor azzal nem mész semmire tulajdonképpen. A semminél több lesz, de nem sokkal. Tehát itt egy erős jelszót kell megadni. És ami még itt fontos lehet, az az, hogy lehet titkosítani a file neveket. Tehát a file neveket is el fogja úgymond rontani, nem lehet ráismerni a tartalmukra, nem lehet következtetni a tartalmukra. Hát ezt nem muszáj, most ezt én így fogom hagyni így, ahogy van. Illetve itt alul van egy opció, hogy mely fájlokat ne titkosítsa, de másolja át majd ebbe a mappába. Itt fel lehet sorolni, hogyha fölé állunk az egérrel, akkor látod, hogy ez ugyan működik. Itt is ezzel az álló egyenessel kell megadni a fájlokat. Lehet úgy is, hogy például csillag, ez azt jelenti, hogy bármi lehet ott, majd jön egy pont, majd például JPG. Ilyenkor a JPG kiterjesztésű fájlokat nem fogja titkosítani. Illetve a másikban, ami ugyanúgy működik, csak hogyha itt megadunk egy fájlt, vagy egy ilyesmit, vagy például így, akkor ezeket nem is fogja átmásolni se ebbe a mappába, tehát érintetlenül hagyja. Hát nekem ez most így jó lesz, és akkor oké. Tulajdonképpen ezzel készen vagyunk. Van ez a Run in Background, hogyha erre kattintok, akkor szépen lekerül ide alulra, és a háttérben fut. Na most akkor itt vagyunk a Dropbox mappában. Amit ide helyezünk fájlokat, azok feltöltésre kerülnek, és utána elérhető lesz bármilyen számítógépen, böngészőből, vagy pedig a Dropbox programból. Most akkor itt a Dropbox titkosítatlan mappában létrehozok egy fájlt. Ide kerülnek az eredeti fájlok, egy TXT fájlt. Ennek adok valamiféle tartalmat. Így. Ez át fog ide kerülni a Dropbox mappába hamarosan, amint a CryptSync érzékeli azt, hogy itt egy új fájl keletkezett. Látható át is kerül, de ez már titkosítva van. Most ebbe belenézünk, akkor hát egy ilyen zagyvaságot látunk. Most megnézzük a böngészőben a Dropboxot, akkor látható itt megjelent, és itt már ez a zagyvaság jelent meg. De az eredeti fájlunk ne felejtsük el, hogy ez nekünk továbbra is megvan. Ha most egy másik gépen létrehozunk egy másik fájlt, szintén a titkosítatlan mappában, akkor az itt is meg fog jelenni a titkosítatlan mappában, plusz a titkosított a Dropbox mappában. Próbáljuk ki. Most akkor ezt megcsinálom. Megcsináltam, és akkor nézzük meg a titkosítatlan. Itt még nem jelent meg. Még itt sem. Tehát még maga a Dropbox sem töltött el a titkosított verziót. Most látható, hogy igen, most már letöltötte. Persze a Dropbox mappában titkosítva van egy ccc.txt file, de a titkosítatlanban mindjárt megjelenik eredeti formában, itt van. Látható. Ez tökéletesen szerkeszthető. Illetve, hogyha szerkesztünk egy fájlt egy másik gépen, akkor annak a tartalma itt is módosul ezen a gépen. Most akkor ezt a B-t fogom, ennek ez a tartalma. Megtörtént, várunk egy picit. Egy kicsit lassabb a folyamat ebben az esetben, de úgy gondolom, hogy ha naponta nem több százszor módosítasz egy fájlt, akkor ez bőségesen belefér. Meg hát úgy igazából amúgy is. Maga a Dropbox az letöltötte, mint ahogy ki is írta. De most akkor nézzük, hogy a tartalma a titkosítatlanban, látható, hogy hozzáírtam még itt egy csomó B-t, valóban az is módosításra került. Viszont magában a Dropboxban, mint vagy egyébként látható böngészőben megnyitva, hát igen, valóban itt a titkosított jelent meg. Most ezt le is tölthetnénk amúgy, ide a downloadra kattintva. Letöltöttem, és a letöltésekben ott van látható. Egyébként ez a titkosításhoz a 7-Zip nevezetű programból használ részeket, tehát igazából azzal ezt vissza lehetne alakítani. Ennek az a neve, hogy 7-Zip. Ha ezt letölted és telepíted, akkor azzal is meg fogod tudni nyitni. Hogyha netán valami okból kifolyólag probléma lenne a fájl eredeti formára történő visszaalakításával, akkor a jelszó ismeretében a 7-Zip-el még ezt meg tudod tenni. Természetesen ez nem csak TXT fájlokkal működik, hanem hát megnézhetünk valami mást is. Például egy exe fájlt, nézzük ezt meg. És ott van látható, ez is titkosításra került. Most belenézünk. Van ez a nézők F3-mal jön elő ebben a fájlkezelőben. Hát akkor látható, hogy igen, már ez sem jó így. Most ide visszamásolom. És átnevezem vissza exe-re. Megpróbálom elindítani.
akkor ez nem nagyon fog menni igazából. Látható, mert a tartalma az titkosításra kerül, de az eredeti az tökéletesen elindul. Tehát lényegében ez bármilyen fájlhoz használható, legyen az akár valamilyen szöveges dokumentum, vagy éppen kép, vagy videó, vagy akármi.